Üdvözlünk a Rizsklá.hu csatornáján! Egy olyan automárkáról hozunk most érdekességeket, amit sokan csak az autó királyának neveznek. A rosszorrából kiemelkedő angyal minden autórajongó számára boldogságot okoz, azonban csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy garázsukban álljon egy modell. A világ leggazdagabb emberei általában vásárolnak maguknak legalább egyet, hogy aztán a hátsó ülésről kiszállva kellő méltósággal érkezhessenek meg egy rendezvényre vagy vacsorára. Mondunk most 10 dolgot, amit nem tudhattatok a Rolls-Royce-ról. Első, a Spirit of Ecstasy nevű angyalt egy szeretőről mintázták. Eleanor Thornton és egy automániás férfi között régóta húzódott titkos viszony. A férfinak rengeteg pénze volt, és megfelelő ordít keresett az autójára. Egy szobrászt kért fel, hogy elkészítse Eleanor mását az autójának orrára. Az első szobron az angyal még eltakarta a száját ujjaival, ezzel is jelezve titkos viszonyukat. A szobor annyira illett az autóhoz, hogy a Rolls-Royce azóta is használja. Második, a Spirit of Ecstasy joga 40 millió dollárt ért. Amikor a BMW megvette a Rolls-Royce-t 2002-ben, az angyal használatának joga még a Volkswagen csoportnál volt, amiről 40 millió dollárért volt hajlandó lemondani. Harmadik, Charles Stewart Rolls volt az első brit, aki repülőgép balesetben halt meg. A cégtárs alapítója imádta a repülést, azonban ez később a veszélyt okozta. Fright Flyer nevű gép 1910. július 12-én zuhant le. Negyedik, az első Rolls-Royce összesen 10 lóerős volt. Az első Rolls-Royce-t Henry Royce készítette kézzel 1904-ben. Az 1,8 literes motor egy háromsebességes manuális váltóval működött. Ötödik, eredetileg rally autókat készítettek. Még saját versenyük is volt. Az 1913-as Rolls-Royce Alpenfahrten 19 különböző alpesi úton versenyeztek. Ezt a versenyt egyébként ma is megrendezik, a résztvevők használhatnak új vagy régi autókat is. Hatodik, csak a II. Világháború után kezdték el saját maguknak gyártani a karosszériákat. Az alvázat és a motorokat a cégen belül gyártották, azonban a karosszériákat alvállalkozók szállították számukra. A II. Világháború után átstruktúrálták a céget és elkezdtek mindent maguknak készíteni. Hetedik, a belső tér kialakításához a mai napig alig használnak gépeket. Amikor beülünk és körbenézünk, majdnem minden, amit magunk körül látunk, kézzel készült. Természetesen a hátsó ülésben található pezsgőhűtő nem. Nyolcadik, az R nevezetű repülőgép motorjuk a világ leggyorsabbja volt. Egy Supermarine S6B-t hajtott, ami akár 643 km/h sebességre is képes volt. 1931-ben ez rekordnak számított, és meg is nyerték a Schneider Trophy nevű versenyt. Kilencedik, egy ideig az önmotorjuk hajtotta a világ leggyorsabb földi járművét. Az 1930-as években az R-motort egy Blooper nevű járműbe rakták, ami 482 km/h sebességre volt képes. Tizedik, egy ideig Amerikában is gyártottak. A Rolls-Royce 1921 és 31 között üzemeltetett egy gyárat Springfieldben, Massachusetts államban. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról sem. Weboldalunkon a rizsklá.hu mindig mindenből a legjobbról, vagy éppen a legdrágábbról számolunk be nektek. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!